megyünk horrorozni. Véget ért a GTA. Azt mondja, hogy át kell állítanunk az izét, ezt a cuccot. Silent Hill. Jó. Oké. Holbászolás a városban 1. Ez lesz a címe. Fölraktam rá nektek a magyarosítást is, csak mondom. Úgyhogy yes. Yes. Át kell szellemülnünk a horrorra. Át kell szellemülnünk a horrorra. Felraktam a magyarosítást. Minden készen áll. Be is kisírom a horizonra. Vagy mi a faszom a véres DC-re. Követ. Silent Hill 2. Jó. Oké. Szörnyek is magyarul fognak beszélni? Azt nem hiszem, gyerekek. Ezt muszáj, muszáj. Muszáj, akarok Silent Hill-ezni. És folytatjuk is ott, ahol abba hagytuk. Stream előtt volt egy 40 perces test stream. Elmondom, hogy meddig jutottunk és mit tudtunk meg. Megtudtuk, hogy James a főszereplő a feleségét keresi, aki 3 éve meghalt, és levelet kapott tőle Silent Hillből, és idejöttünk, és keressük a feleségünket, aki 3 éve meghalt. Értettétek? Az egész egy rejtélyes válos, furcsa szörnyek támadnák ránk, akik BDSM ruhába vannak, és nincsen kezük. Mi van még? Találkoztunk egy nővel egy temetőbe. És elfelejtettem már, hogy mit mondottam. Na. Jó. Oké. Ennyi történt, gyerekek. 40 perce. Jó. Ja igen, meg az egész városban egy ilyen köd van, meg a faszom, meg izé, meg ja. Hova kell mennünk? Elvileg erre le, egyenesen. Jó. Azt írja TikTok, előre felvetted a live-ot? Pedig kurvára élő vagyok amúgy. Kibaszottul élőben vagy. Jó, hát gyerekek, nem alacsony idegzetűeknek találták ki ezt. Aki nem bírja a nyomasztó környezetet. Aki igazán karajú nyomira, az be is sötétített a szobájába és fúra baszta a hangerőt. Hallja a bársonyos hangomat. Erre kell menni? Vissza a főúton? Vagy mi a fasz? Aha, vissza kell mennünk a főúton. Ez az élőadás előre felvett tartalom? Hát pedig nem az, bazd meg. Itt vagyok, gyerekek. Élő. Élő vagyok. Ennél élőbb már nem is lehetek, baszki. Na. Aha. Kurva! Gaci! A kurva száda! Jó. 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 Jó, csak nyugalom. És semmi pánik. Ez nem olyan ijesztő, mint a Resident Evil amúgy. Ez pont most, aki a horrortól nagyon retteg, annak most itt az idő. Annak itt az idő. Egyelőre abszolút nem olyan para. Ajaj. Hallok itt. Amikor így kerreg a rádió, az azt jelenti, hogy van egy szörny a közelbe, gyerekek. Hé, mi a fasz? Jézus. A kurva! Fúj, de... A BDSM ruháddal együtt. Fúj, ember! A kurva! Gyere már ide, bazd meg! De hogy van fölvéve előre? Mi a fasz van fölvéve? Mi van a TikTokkal, ember? Nincs fölvéve semmi. De so lépnek ki TikTokról az emberek, mert azt írja a TikTok, én imádom ezt a platformot, hogy előre fölvettem a streamet. Élőadás 10 percre korlátozva. És ezt nézzétek meg, mit írt ki nekem, geci? Az élőadásod nem jogosult ajánlásra és korlátozott ajánlik meg keresési eredmények között. Indok, reprodukált vagy nem eredeti tartalom. Ez a platform, ez úgy, ahogy van, ez a TikTok, ez úgy, ahogy van, geci, ez egy akkora szanaszét baszott szar, hogy ezt nem tudom elmondani, hogy ez mi a fasz. Ezzel a platformal, mióta elkezdtem ezen streamelni, ez össze-vissza megy megállás nélkül ez a szar. Nem lehet rendesen streamelni rajta, mert hogyha két rossz szót szólsz, lekorlátozzák,
olyan tartalmakra bannolnak meg, tiltanak ki napokra, amik nem történnek meg. Nem értem, hogy ez megint mi a mocskos teve szar. Nem értem, geci, ezt a platformot. Egy nevetséges, geci. Kurva anyádat. Jó. De itt se lehet lemenni? Merre kell menjek, bazd meg? Merre kell menni, ember? Már most eltévedtem? A szörnyeknek miért nincs kezük? Mert BDSM ruha van rajtuk amúgy. Várjál. Nem tudom, miért lett korlátozva. You still see sooner or later, you see, you see. Később. Vagy előbb vagy utóbb meglátod. De mit? És amúgy merre kell menjek, tesó? Várjál, hadd nézzem. Saul utcai lakások? Várjál. Mi az a BDSM ruha? BDSM ruha, gyerekek, mikor meg van kötve minden testrészed, és csak a seggednél van kivágva. Azt szaralt, mit szaggattam. Vagy... csak a seggednél van kivágva, vagy a pöcsödnél, vagy ilyesmi. Mindjárt megmutatom, nézzétek, így néz ki egy BDSM ruha. Jó. Erre bazd meg. Igen, és itt jobbra. Egyébként tényleg meg tudod nézni a... Írd be a Google keresőbe. Várj, ott van egy ilyen nyomorék a ködbe. Hello, fasz! Micsoda dolcs? Mi van, öreg? Midroll? Mi van, te üdös szal? A kurva szádat, döking. Nem csináltál vele. Jó. Ez mi? Ide kell jönnünk, ez az? 16-os. Aha. Ez aj, geci. Jó, nem lehet bemenni ide, nem? Ez micsoda? Ezek az emeletek. Jó. Jó. Itt mi van? Jó. Lehet, hogy human amúgy, igen. Ötös vendég ott hagyta a szobában a kulcsot, jó, azt kell... Ja, itt van, geci, egy kulcs. Ötös szobához kell menni. Jó. Ötös szoba. Valahol van egy szörny, akkor halljuk ezt a idős istergést a rádióval, de szerintem ez csak egy ilyen bogár lesz. Ez nem nagy ügy. Ez konkrétan egy gyűjtés a kis köcsön. Jó, kettes szoba. Jó, nekünk az ötös szoba kell. Ötös szoba. Ne fossál, béke van. Emeleten lesz az ötös, mi? Hármas. Jó, akkor egyel följebb. Megint hallok egy ilyen rohadt bogarat amúgy. Jó. Ja, ott van. Itt pontosan mi a végcél? Megtalálni a feleségedet, az a sztori. A Silent Hill ez egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen elátkozott város, vagy nem is tudom mihez hasonlítani. Tehát az még nem derült ki a sztoriból, mert ugye most csak bejöttünk ide a... Nem is tudom, hogy elmagyarázni. Tehát az a sztori, hogy a csávónak írt a felesége egy levelet, aki 3 éve meghalt, és Silent Hillben van. És ide jött a csávó, hogy megkeresse, és hát kellemetlen dolgok történtek az úriemberrel út közben. Például az, hogy egy szellemvárosban vagyunk, és sehol egy kurva lélek sincsen. Meg szörnyek támadnak az úriemberre. Meg a rádióba üzennek ki a barátnője, úgyhogy igen. Érdekes történések vannak. De ha meghalt, akkor mit keresel rajta? Döking, amúgy neked egy abszolút fantáziád nincsen? Tehát üzen a halott feleséged, nem halt meg ezek szerint.
Az meg jó, hogy már nem a racionalitást keresik egy olyan horror játékban, ahol kezetlen szellemek vannak BDSM ruhában. Mi a szar történik? Mi ez a hang amúgy? Döking, mit csináltál már megint? Amúgy elképesztően szép ez a játék, baszki. Itt most mit keresünk amúgy? Sehol semmi. Itt mi van? Semmi. Megkovászosodtak a helyiek? Kb. Olyan hangokat ad ki, mint a Döking. Be lehet baszni az ablakon? Ez pont nem. Ajaj. Kellemetlen. De nem vagyunk túlsúlyosak, nem tört össze alattunk. Jó. Nagyon világos van ebbe a szobába. Azt a kurva geci, ez mi volt? Mi van ide írva? Aztán jött és elmosta az egészet, minden kezet újra értemetjen ez a hely. Nem tudok vele harcolni. Mindjárt meg raktam az agyamat. Jó, oké. Elégett könyvecske. Nagyon jó. Ez mi volt ez a női hang? Az, hogy gyere Silent Hillbe, ez állt a levélben. Na, most lesz valami. Hűha, büdös van? Lehet valaki szart egyet. Ki az, akinél a család így megy be a WC-be? Mi a fekete gány? Nem tudok benyitni teljesen, mi az a fekete gány? Hát lehet nézni itt. Új, biztos be akarsz nézni oda, James? Az nem izé volt? Valami kátrány. Fúj, most mit csinálsz, geci? Mi a faszba nyúlkálunk? Olyan, mint egy ilyen... Nem is tudom, mi ez? Mi a fasz ez? Ez egy dobókocka, tesó? Ez mi a szar? Cukor? Ja nem, ez a jukeboxból van egy zenelejátszóba egy gombja. Jó, az cukor. Oda más kell dugni. Ez olyan volt, mint egy glory hole amúgy. Be lehet rakni a faszodat? Várja. Dökingnek már beindult a fantázia. Itt van egy kis cigi. Na jó. Akkor menjünk innen a retekbe. Melyik országban vagyok éppen? Döking amúgy olyan dolgok érdekelnek, amik szerintem senkit ezen a földön. De hogyha annyira érdekel, azt hiszem Egyesült Államokban vagyunk. Ez Amerika. Itt nem lehet lemenni, ahogy látom. De egyébként lehetne Nagy-Britannia is, mert az időjárás a stimmel. Jó. Itt kell lemenni? Kizárásos alapon gondolom. Az eredeti játék az amúgy 2001-es PlayStation-es játék volt, és annyit kell tudnotok róla, hogy a horrornak az ősapukája. A Resident Evil-el egy idős a két játék, és mind a kettő a horror műfaj megteremtője volt annak idején a túlélő horroroknak. Az ősapukája az a két játék volt, a Silent Hill és a Resident Evil. Csak még a Resident Evil-re nem kellett annyit várni a remake-re. A Silent Hill-nek a remake-ére körülbelül mennyi évet is kellett várni? 2001-es az első játék. 2001-es az első játék, akkor gyakorlatilag 20-valahány évet. Ennél a résznél mindig belaggol egy kicsit amúgy, mikor futok ide-vissza. Beszaggat. Üdvözöllek, Buresz. De tudod, hogy lehet 1000 követő alatt live-olni? Nem tudom, hogy mire gondolsz pontosan. Na, várjál. Elmentem, mielőtt belerakjuk a jukeboxba a cuccot. Jó. Igen. Egyébként ezt nem értem egyedül, hogy a mentés... Miért nincsen senki ebben a városban? Mivel egy szellemváros az egész.
Ja, 1000 követő alatt sehogy nem tudod. Azt hiszem 1000 követő kell ahhoz, hogy streamelhess, akkor kapsz licenszet. Várj, most mit kell csinálni? Valami gombot kell ide beraknunk, nem? Egy lyukas műanyag... Mi? Egy kis műanyag gomb. És ezt hova rakjam be? Ja, oda geci, látom, nézd, ott van. De oda hogy nézek el? Vagy ez hogy kell oda... Erre mi a fasz? Ott vannak a gombok és tényleg hiányzik az egyik, de hogy rakom oda bele? Ez mi a fasz? Mit nyomtam meg? Mi a fasz? Aha, ezt értem. Hát akkor először meg kell javítanunk a lemezt. Mi? Föl kell mennünk a Groovy zeneboltba. Jobbra föl, ott van, be van karikázva. Aha, akkor még nem kell idejönni. Nagyon jó. Valaki 5000 követő után tudod streamelni? Ja. Na nézzük. Silent Hill-i kocsma. Jó. Jó fele megyek? Aha, egyenesen végezen az egész utcán. Kriszti, ez horror játék, Silent Hill. Jó. Oké. Lehet lootolni vajon kocsikból valami? Mi ez a hang? Valahol van egy kurva. Jó. Nincs loot, nincs. Aha, ott van egy izé döking. Ott egy döking. Anyád, de jól néz ki amúgy a pocsolya is. Na gyere te nyomoré. Gyere, gyere te nyálas buszi, gyere! Baszd meg! Hányan vannak? Fúj, geci! Kussolj! Jó? Gyere, döking! Gyere, gyere, gyere! Baszd meg! Ember! Mi ez a szar rajtam? A kurva tálda! Jó? Neked is! Hú! Jó, ittünk egy felest. Az Magyarországon is így használ. Várjál, amúgy lehet, hogy fecskendőt kéne magam nyomni. Jó. Rendőrkocsiban nincs valami loot. Jó. Ott van valami már. Az valami ott már ott van. Ez micsoda? Pisztolylőszer. Ja, lesz majd fegyverünk is. Miért téged képzellek el egy ilyen kényszerzubbonyos... Ez amúgy nem olyan horrorisztikus? Várjátok ki a végét, mert ugye... A Silent Hill az úgy van, hogy két dimenzióban játszolik, de amúgy annyira nem parád, mint a Resident Evil, ez ilyen nyomasztóbb, inkább én azt mondom rá. Tehát egyelőre nem fosok, mint a galamb, de a hangdizájn meg az egész, ez kurva para. Majd amikor megszólal a harang, lesz egy ilyen sziréna, akkor átvált a játék nagyon durván betegre. Erre ide kell mennünk, megint szól ez a fos. Jó. Resident Evil 9? Várjatok, mert itt több nyomorék is mozog valamerre. Aha. Jó. Itt van megint a döking. Itt a szádat döking, geci. Gyere, gyere. De hogy miért találtál, mikor dodge voltam? Gyere döking, gyere, gyere, gyere döking. Gyere, 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 gyere. Gyere döking, gyere. Gyere döking. Szádat. Jó. Oké. Okay. Jó. Megmutatja a Dead Space 2 Hard Mode. A Dead Space az nagyon para. A Dead Space az szintén egy...
kibaszott para játék, de amúgy amilyen mostanában játszottam, és tényleg olyan szinten ijesztő, hogy nem hiszed el, az a LMV 2. De várjuk még a Silent Hill-re is, mert 1000%-ra mondom, hogy nem véletlen ez a szülő apukája a horrornak. Jó, megvan a lemez másik fele, oké? Nincs itt valami gyógyszer amúgy, ez micsoda? Vinyl glue, és ez mire jó? Gyűjtött vinyl glue, nyisd meg az inventory-t, igen. Segítheti összerakni a törőc... Jaha. Ja, hogy össze kellett kombinálni, menj már a faszomba amúgy, de jó. Üdvözöllek, Keldoris. Jó, nincsen valami gyógyszer valahol, mert amúgy nem vagyunk jó egészségügyi állapotban. Tehát nem azért fogja szerintem a hasát, mert szarnia kell. Mi a szex? Mi van odaírva? Ja, Rex. Jó. Jó lenne már egy lámpa vagy valami, mert szart se látok a sötétbe. Meg most egy gyógyszer is kéne nekünk, mert nem vagyunk valami jól. Várjál, ez mi? A zene visszahoz a csodálatos időkbe, amiket azt hitted elfeledtél. Jó. Oké. Okay. Merre bazd meg? Most kajak így menjek ki a vissza? Hogy szét vagyok baszódva? Remélem nem talál út közben meg semmilyen izé. Ezekben van loot? Nincs valamelyik kocsiba orvosság? Baszki. Hát ebben nincsen. Ja, ebben nincsen. Öcsém! Ezt nem lehet kinyitni? Az ajtó, ami felébred a sötétségbe? Rémálom vagy nyílik? Milyen szöveg ez te? Ha jó, majd kinyílik egyszer. Valami régi játékokban több volt a félelem faktor? Már a régi játék újnak hatott még. Most vissza kell mennünk abba a stúdióba. Most hogy összeraktuk a bakelit lemezt. Jó, most hogy a TikTok meg a izé együtt megy a Twitch, azért így már szenved néha. Jó. Itt voltunk, ez az? Nem, egy sarokkal lejjebb. Jó. Egy kinggel lejjebb van. Jó. Oké. Okay. Eltűnt TikTok le az előle felvett szósz. Hál' Istennek, bazd meg. Itt ennél a saroknál hajlandó szaggatgatni egyet-kettőt, de mondjuk nem az elviselhetetlen kategória. Na. Jó. Oké, na mentsük el. Csodárius. És utána összerakjuk azt a szart. Jack, üdvözöllek sok szeretettel. Jó. Na menjünk. Nézzem 99 ilyet kell Silent Hill, úgy emlékeztem, hogy tök jó grafikája volt. Hát jó, hát most... Andrew Boy, PlayStation 1-ről beszélünk. Nem most volt a PS1. De a maga idejében jól nézett ki. Várjál, beraktuk a bakelit lemezt, és most mi van? Most kell akkor a gomb végre. Ez. Ja. Én nem tudom berakni. Először az érme kell. És most jön a gomb, és akkor ezt a kettest kell lejátszani. Várj, most mi a fasz kell csinálja a gyerekek? Hű, de bonyolult ez. Várjál, C. És akkor a C2-es. Mi van? Ah, ez az. Jó. És most mi van? Oké, okay, igen. De szomorúan állunk ott, mint egy fasz. Mint amikor kinyomtam a GTA-t, egy-két Horizon Player. Ilyen fátyolos tekintettel nézte a streamet, ahogy elsötétül a képernyő. Mm-hmm.
Ez a feleségünk? Mari? Spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Oh God, was it going to get them? Ajaj. Mi van, a feleséged egy olyan zombi, amit megöltél? Kétlem amúgy. Akkor nem sok értelme lenne a plotnak. Most széttört ez a szar bakelit. Kaptunk egy kulcsot? Ez szerintem, ez valószínűleg ez az ajtót nyitja, ami mögöttünk van. Jaja. Csak nem vagyunk jó egészségügyi. Nelly bár kulcsa, yes, yes. Na, nézzük. Jó. Most már adjanak már egy fegyvert, vagy valami. Bár azt nem mondom, hogy a fegyver helyett nem a... ezzel a bunkos bottal fogom szétbaszni a szörnyeket. Nyomj meg az E-t a mászáshoz. Aha. Oké. Okay. Jó, egy jó stukker kell nekem. Na ez viszont jól jött, ezt be is verjük. Egy jó pofa dökinget. Na. Oké, okay. Mi ez a levél? Visszajött, miután te elmentél. Nem próbálkozott semmivel, csak szomorúnak tűnt, valamit motyogott, jó van, ezt majd leállítják a vodnézők, akik el akarják olvasni. Nekünk itt a száraz kommunikációk kellenek, a tények, amiket elénk tárnak. Benny, üdvözöllek! Jó. Oké. Okay. De jó ez a slozetta. Ja hülye, innen jöttem, bazd meg. Hiába kérem a fegyvert, lófaszt. Adjanak egy sörétest, vagy valamit. Oké, okay. Jó. Hol vagyunk most? Most hol a picsába vagyunk? Ez milyen sikátorsz? Oké. Okay. Jó. Ott van valami ülésen. Az kell nekem. Vagy az csak a biztonsági övkapcsoló? Az. Faszomat már, adjatok már valami fegyvert! Lőni akarok. Ja. Ebben a játékban ki tudod elégetni a szükségletet? Te milyen fura arc vagy, Döking amúgy. Ritka beteg fószer vagy. Mire gondolsz ez alatt? Hallok egy szörnyöt, kerreg a izén. Kerregek. Hol van? Ja, hülye, itt van a rohadt bogár. Jó. Hiába, fosnál az utcára? Ide fosnál, amúgy Döking az utcára. Jó. Oké. Menjünk tovább. Minden kocsiba benézünk, tuti lesz valamelyikbe egy fegyver. Na várjál, itt most merre? Három felé mehetünk, ti merre mennétek? Balra, jobbra, egyenesen. Egyenesen kell menni. Tehát akkor itt megnézzük, hogy jobbra mi van. Nem akarok semmilyen lootról lemaradni. Aha, na mit mondtam, geci, hogy meg kell nézni mindent? Ott a loot. Na jó, itt meg egy fal van. Oké. Okay. Salakanyagrakás. Jó. Hát nézzem, hogy itt van-e valami. Lutyi, van a kocsiba? Nincs. Aha, várjál csak. Nincs. Jó, menjünk. Oké. Okay. Meghitt hely amúgy. Meghitt hely. Most mondom, mi fog történni. Látjátok a kialakított helynek a méretét? Ezt most mondom nektek, hogy itt valami aréna harc lesz. Valamivel meg kell küzdenünk, túl nagy a hely. Melyik évben játszódik a játék? Fogalmam sincs, Döking. Halvány, 2024-ben. Aha, ott mondtam nektek. Aha. A faszopok!
picsába! Ráadatod! A picsába! Várjál, bazdmeg, a szar megy itt! Hogy kidodzsoltam ember? Jó. Milyen testnyílásukból jön ki ez a szar? Menj már a picsába! Vannak. Megvan. Nincs több. Na jó. Ígyunk már egy kortyot. Lehet nem is kellett volna harcolni, hanem fontosan, hogy futni kellett volna. Azt a kurva, mi történik itt. Szar sem látok ember. Hová kell menjen? Most mi a szar van amúgy? Hová kell menni? Most mi a szar van? Hová menjek? Itt van valami csík. Zöldes kék autó. Most vissza kell mennem? Vagy mi a fasz kell csinálnom? De soha semmit nem látok. Volt a kulcson egy nót. Ja tényleg, bazd meg. Hol van? Woodside Apartment. Melyik a Woodside Apartment? Woodside lakások, megvan, egyenesen itt végig. Egyenesen végig ezen az utcán. Aha. Takarodjál innen. Ajaj. Jönnek utána milyenkor? Mi a fasz? Baszd meg! Menj már innen, nyomoré! Kurva szádat dökünk! Azt a kurva! Menj már a faszomba! Rohadjál meg! Menj már, mennyi van belőled? Jó. Olyan jó! Menjünk innen a blaháról! Azt a kurva! Jó, egyenesen! Bár lehet rossz fele jövök amúgy. Jó fele megyek? Woodside lakások, rossz fele jövök. Itt jobbra. Jó. Nagyon blaha Louisa Teresle. Ide be. Mi a fasz, nem erre? Erre? Mi a fasz? Merre kell bemenni a Woodside lakásokba? Erre? Menj már a faszomba! Te! Azt a rohadt, ez mi volt? Na menj a faszomba! Mi ez itt? Mik ők? Ezt én is akarom tudni. Ne! Menj már a picsába! Maradj lent! Hova kell menni? Billentyűzet?
Grand piac? Várjatok, valami billentyűzetért kell elmennünk. Klaviatúrát venni jöttünk Silent Hill-be? Lehet, hogy csak a Razer billentyűzetért jöttünk. Menj már innen, fúj de ronda vagy! Anyádat! Hallom, ahogy motyorog a... Üdes! Ez az? Nyisd már ki, hogy megyek be? Bazd meg! Jó, benn vagyunk. De mi a kód? Mi a faszom a kód? Nincs erre ráírva, hogy mi a kód? Bazd meg! De eltévedtem, ember! Be kell menni vissza az apartmanokba. De várj, de Woodside lakásokba kell mennünk. Nincs többféle térképen? Ja, hogy van ilyen is. Ezt nem értem, geci. Be kell mennünk vissza az apartmanba? Vagy mi a szar van? Szerencsejátékterem. Woodside lakások. Vegyenesen balra végig. A TikTokon szokott streamelni. Nem állunk meg most, nem állunk meg. Akármi van, nem állunk meg. Jó. Na most a kérdés az, hogy ide kellett-e visszajönni. Mert azt nem tudnám megmondani. Van egy kulcsunk, ami nem tudom mit nyit. Itt voltunk az elő. Van egy szaros kulcsom, ami nem tudom mi a fasz ki. Mi a fasz ki? Nem a parkba kell menni? Nem! Woodside lakások, ez volt ráírva arra a szarra. De a parkba biztos se tudsz menni, mert ezek a hullámos kereszteződések azt jelzik, hogy hova nem tudsz menni. Csak nem tudom, hogy merre kell menni most. Woodside lakások. Teljesen eltévedtem amúgy. De itt is a nagy büdös sem. Nem lehet itt átmenni? Nem. Nézd róla a videót, dehogy nézek, a család gyerekek, nem csalunk. Valahogy csak meg tudom fejteni, hogy mi a retkes fasz kell csinálja. Nem, az a kód fog kelleni nekünk, de hogy hol a faszomban van a kód? Nincs valami nótunk róla. Kódjegyzet, várjál. Aha. Megvan, 4-0-1-3. Ez lenne az. 4-0-1-3, megvan. Jó. Akkor most vissza kell mennünk anélkül, hogy a dökingek megölnének. Ezek a BDSM szörnyek. Anyádat, menj innen. Már innen döking a faszomba. Jó fele megyek? Ha jó fele megyek. Jó. Oké. Okay. Jó, megjöttem. 4.
Hol van a... 4... 0... 1... 3... Nyílt? Mi van? A fasz? Hol van, geci? 4-0-1-3. Mi a faszom a jelszó? Nulla, nulla, nulla. Nem, azt írja, hogy megnézsz a 0-0-0-tól 4-0-1-3-ig. De hogy mi a faszom a kód, azt nem tudom. Megnézem a 0-0-0-0-t. Ezt kétlem, hogy az lesz. Várjak a 4-0-1-4. Nem. Mi a szar a kód? Hát nem tudok tovább menni, bazd meg. Ezt hogy kéne kitalálnom, hogy mi a retek a kód? Feljegyzések. Ennyi az össz feljegyzésem, bazd meg. Beírtam a 0-0-0-0-át, de semmi. Ezt nem értem, geci. Kihagytam valami papírfesznit? De azt sem tudom már, hol vettük fel a kulcsot. Valamit nem találtam meg, de hát... Mondjátok már meg őszintén, hova menjek, bazd meg? Az egész rohadt térképet körbejártam. Itt len van még egy út, ahol nem voltunk. Jobbra len, nézzétek ezt a... Az a Shaul Street, vagy mi a szar? Ha arra menjek le... Na jó, megnézzük. Akkor itt jobbra le. De kurvára frusztráló, hogy megy ez a baszott vihar, és szart sem látok. A rózsavízparkhoz nem tudok menni, ember. Jó. 3, 5, 7, 8. Meg kell találnunk rendesen, nem csalunk. Na várja, erre nem voltam még, hogy voltam erre. És itt egyenesen és majd jobbra. Itt töltük meg a sok szart, nem? Be tudok még egyáltalán? De ide be sem tudok menni, bazd meg! Hát ez valami elképesztő. Ez a póvágás. Mi a faszom történik itt? Happy Burger. Van egy hamburgerező, megnézzük ott. A Pipi Burgerben. Ez is zárva van. Van egy létra. Tesó, nem tudom, mi a fasz történik itt. Ez mi? Erre mi van? Se lehet bemenni. Ez valami elképesztő. Happy Burger. Ide se lehet bemenni. Már voltunk a Happy Burgerben. Mi ez? Ez egy Happy Burger. Már voltunk.
4-4-2 vagy 4-4-4. De azt szerintem nem jó. De nem tudom, hogy mit hagytam el, vagy hol kéne megkeresnem egy másik lótot. Azt se tudom, merre kellett menni. Ja, itt voltunk már, bazd meg. Happy pipibe. Igen, azért van nyitva itt minden. De hogy merre kell menni, tesó, fogalmam sincsen. Amerikai kávé. Fú! A Nelly Street-en volt ez a hely, jó, megyünk oda. Egy utcával feljebb van, arra most már emlékszem. Bemegyünk újra a zenedobozos épületbe, és átmegyek rajta még egyszer. Ezt a rohadt teget keszi. Látom, merre megyek. Várja, ez volt a zenelejátszós hely. Zárva van. Mi a fasz? Miért nem tudok bemenni vissza? Hát ott az ajtó. De ember, ez bullshit, hát kezd fölbaszni a játék. Woodside apartment, van egy kék autó, és előtt egy bejárat. Hát ez nagyon jó. Woodside apartment az itt balra van. Van egy utca, és itt balra elvileg. Akkor valamilyen ajtóhoz csak van egy kulcsom. Woodside apartment, itt vagyunk, ez az elvileg. Aha. Van egy csomó kretén. Ez itt a Woodside apartment. Menj már a faszomba innen, te ronda fos! A kurva anyádat! Ez lenne az? Bazd meg, itt van! Jó. Takarodj be! Menj be, 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 menj be! Jó. Fú, nehéz szülés volt, baszki. Nehéz szülés volt, de sikerült. Anyád, hogy laggol itt. Mi van itt, bazd meg? Jó, rendbe jött. Hadd nézzem. Woodside apartment. Jó, van, el fogunk itt szenvedni egy darabig, ahogy látom. Egy orvosságra lenne szükségem. Menteni lehet, ez tökéletes. Ez teljesen jó ez a lehetőség. Élünk is vele. Orvosság nincsen, mert dökingek szétbasztak. Háromszor mentem el mellette. Jó, de mentségemre szóljon, azért ebbe a ködbe nem sok mindent látsz, geci. Pisztolylőszert megint kaptam, de pisztolyom meg nincsen. Meg kivéve az, ami a gatyámban van. Ez mi itt? Ugye nem megint egy szaros zene lejátszó? Jó. Jaj, ne, ez valami puzzle szar lesz, gyerekek, ne! Jézusom. Azt a kurva eget. Na ez nehéz szülés lesz. Döking, most készítsd azt a 200-ik udat. Három világos pénzérme az öt lyukban. Az elsőben first is the maiden underneath the tree. Az elsőben a nőci alatt a fa, vagy mi a fasz, várja, maiden. Magyarul az micsoda? A hölgy alatt a fa. Mi van? A maiden mögül fúj a szél, és egy gyönyörű virágnak kell nőnie. Utána jön a férfi, nagyon vékony és jó, a sápat holdfényben, ez... Azt a kurva, geci. Na itt mi a szart kell csinálni? Ez nehéz szülés lesz. Ja, van magyar, a három fényes érme az öt lyukban legyen, először ül a lány, a leány a fa alatt. Leány a fa alatt.
Van a lány a fa alatt, és milyen érmék van? Ja, kell ennek az érmék hozzá, ember! Jó. Megnyugodtam, azt hittem most kell ki. Ez Silent Hill, Rezső Boss. Jó, várja. Jó. Oké. Akkor kell keresni. De amúgy fegyverem meg lámpám még mindig nincsen, bazd meg, szart se látok konkrétan a játékba egyszerűen. A sötét olyan sötét, hogy nem látom, nézd meg. Nem látom, hogy mi a teve takony van ott. Na várjál. Először is ez végre, bazd meg, föl tudom tölteni a kibaszott életemet. Jó, akkor össze kell gyűjtenünk az érméket. Várja, megvan az a térkép, amit szereztünk? Apartman térkép. Ja, mi a fasz? Hány emelet van itt, geci? Jó, itt az első emelet, ezen vagyunk most mi. És... ennyi szoba van itt. És a következő emelet. Ja, és meg kell keresnem az érméket, bazd meg. Azt a kurva. Oké. Okay. Ez micsoda ez az ajtó? Szóval vezet? Sehova. Jó. Azt a kurva. Azt se tudom hol van. Jó, várjál, akkor itt jobbra. De amúgy lámpa kéne nekem, ember. Hol egy tetves lámpa? Azt a... Jó. Másik irány. És valami nót vagy valami? Ez mi? Innen jöttem, jó. Holnap lesz stream? Lesz. Jó. Na nézd, nem látok semmit. Lehet, hogy én húztam túlságosan sötétre a játékot, vagy ez szándékosan ilyen rohadt sötét a sötét. Nincsenek. Ja, gondolom a kulcsot kell kiszednünk abból a izéből. Oké. Okay. Jó, pisztolylőszer továbbra is van, de pisztolyunk azért mindig nincsen. Egyáltalán az is kérdéses, hogy amúgy hány pisztolylövés fog kelleni egy ilyen szarba. Menjünk föl az emeleten, most már nem tudunk sem erre menni. Lehet, hogy már elhagytam már most is egy érmét, szerintetek? Na mindegy. Menjünk föl. Jó. Na. Hello? Is anyone there? Ha. Ez a második emelet. Nézzük meg, hogy fog ez kinézni. Jó, jobbra elnézünk akkor, első körben. Lárva. Aha. Abszolút nem nyomasztó, geci. Jézusom. Üdös fasz. Kurva anyád. Végre van lámpánk! Ember! Köszönöm, ember. Há! A kurva! Bazd meg, de ronda vagy! Mi a fasz ez? Megint egy döking, anyád is még boxol is. Mi a szar? Jézusom te! A kurva anyádat! Hű, bazd meg! Azt a kurva! He's close. Mik ezek a ruhák amúgy? Le lehet vetköztetni a babát? Ez mit nyit? Csute. Mi az a magyarul az a csute? Csute, az mi a fasz? Ja, csúszda, geci. Mi a fasz? Csúszda, csavarkulcs. És ez mi a retkes szar? Ott van egy orvosság, nagyon jó. Itt van egy semmi, jó. Várjál, mindent át kell nézni, nagyon durván. Nagyon durván át kell nézni mindent. Mindent nézzünk át, jó. Ezt a szobát átnéztük, kétség kívül.
kizárásos alapon mondjuk tovább. Végre most már van lámpánk. ...201-es szoba. Van hozzá kulcsunk? Azért is megpróbálom kinyitni. Jó, mindegy. Nyilvánvalóan nem lehet ezzel a kulcsra kinyitni. Jó. Oké. Honnan jöttünk? Onnan. Itt mi van? Jó. Azt a rohadt mennyi kulcs lesz itt, ember? Jó. 201-es szobával szemben kihagytál egy fontos szobát. Szemben nincs vele szoba. 202-es. Hát megpróbáltam kinyitni, vagy szem lehet kinyitni, vagy nyitva van? Ja, hogy ez nyitva van, geci. De hülye, innen jöttem! Döking, ne zavarj már bele, bazd meg! Ne írjál semmit, Döking! Megzavarod a játékmenetet! Jó. Oké. Belezavarsz! De még tető is van, ember. Hány emelet van itt? Ez zárva. Jó. Egyébként a lámpánk le tud merülni? Heavy Viper. Ez mi? Megint pisztoly lőszer? De adjatok már egy pisztolyt, ember! Szét akarom baszni valaki fejét vele. Döking zavaró tényező lettő. Lemegyünk a legalsó szintre. Ez a második. Jó. Akkor lemegyünk a földszintre. Most van egy csúszda kulcsunk, az mit nyithat? Azt nyitja vajon, vagy a másikat? Jaj, nézzük. Mentsek előtte szerintetek? Jó, elmentjük előtte. Jó. Oké. Jó. Itt jobbra is egyenesen nézzük. Ezt az ajtót ki kell nyitni, a más nem tudok elkezdeni. Még van egy másik ajtó. Talán akkor az. Aha, akkor a másik az. Hát is itt van len valahol, csak nem tudom már, hogy hol leszem erre. Ja, a másik oldal. Erre. Ez lesz az akkor. Ez a csúszda, ha. Jó. Hát, nyilvánvaló. Te sok kis döking a hangja. De jól néz ki ez a játék, bazd meg amúgy. Beszarás, hogy kinéz. Nem tudom, hogy streamen mennyit butít a minőség, de... Cefet jól néz ki a game. Ott be lehet mászni, oda kell tolni azt a szart, azt már látom. Még hadd nézzek körül, hogy itt van-e kim valami. Jó. Nézzétek meg, ahogy a csávónak a kabátján a víz ott van, meg minden. Kibaszottul jól néz ki. Meg ez az egész, nézd meg! Rendes a vízben látod. De az IRL nem ilyen szép tiszta a víz amúgy. Eddig tervezem, nem tudom, nagyon bejön nekem ez a játék.
Lokén testvére egy gyilkosság, az elkövető öngyilkosságot követel az őrizetben. Walter szerint nemrégben elkövető emberről is elkövető. Jó. Oké. Valahol van egy szörny amúgy. Kerreg a rádió nagyon durván. Vagy az emeleten van, vagy itt valahol. Aha, itt lesz valahol. Hol van? Na erre biztos... Anyára. Ez volt az. Jó, erre nem megyünk. Egyelőre. Itt mi van? Zárva, jó, nem baj, legalább akkor csak egy irányba lehet menni. Azért a szekrényre ránézek, jó, nem lehet. Jó, egyébként most hol vagyunk? Most a túloldalt vagyunk az apartmanoknál, és lesz megint egy lépcső, ha jól látom. 111-es szoba. Jó estét, Tibor! Üdvözöllek! Semmi. Semmi. Jó. Ezeknek az én megyek neki, hát ki lehet valamelyiket nyitni, vagy valami. Jó. Ugye hülye, itt voltam, mentem egy kört. Kibaszott jól meg van csinálva, geci, nézd meg, hogy le van szakítva a tapéta, meg minden. Baszott jól meg van csinálva. Harapni lehet a port az asztalon, bazd meg. Vázán rendes, nézd meg, ahogy fénylik. Nézd meg a vázát, geci. Nézzétek meg a vázát, hogy ott van rajta egy fénypont. Nézd meg a vázát. A lámpának a tükröződése látszik a vázán. Ember! Kurva! Bazd meg, azt még üdögett a köcsök fejű. Nem szólt a rádióm, hogy rohannál meg! Dökingeci a kurva anyádat! Rohadj meg, te szar! Mindom is kell egy kortyot. Fölbasszott a döking. A faszért nem szólt a rádió amúgy. Köszönöm Juniornak a követést, Krisznek, Tóth Ádámnak, Beninek és... És ennyi. Az Isten áldja meg őket. Jó. Ugye nem felejtettem ki semmit. Mindent felszedtem, mindent megnéztem, várjatok, mert itt... Itt egy szoba, ahol semmit nem lootoltam lőszeren kívül, tuti lesz itt valami. Jó, semmi, mehetünk. Menjünk tovább. Okay. 111-es szoba. Ja, hülye, innen jöttem. Oké. Okay. 110-es szoba, zárva. Tibor, üdvözöllek! Ki tudok nyúlni azért a kulcsra rácson el? Jaj, menj már a faszomba! Jó, elérik. Anyád! Hey! Wait! Mi a fasz? Üssz szét a fejét! Ki volt az a troll kislány? Ki volt az a kislány? What's a kid doing? Mi a fasz volt itt? Hülye kisgyerek. Jó. Na várjál, mert ez most probléma. Most az arrébb rugdosta azt a kulcsot, és akkor hogy megyek be oda?
Várjál. Menjek be balra az épületbe? Ráncs túloldala... Aha. Na most ez nyitva lesz? Vagy innen jöttem? Aha. Jó. Száz négyes. Száz ötös. Valahol van egy szörny. A szobákban vannak, hallom őket. Gondolom, ahogy fölveszem a kulcsot, ki fognak jönni. Itt a kulcs. Jó. Második emeleti hol. Oké. Okay. 107-es szoba. Voltunk már itt? Nem. De faszért nem ad lootot, csak kihúzom a fiókot, azt nincs benne semmi. Olyan, mint a kivet, levetköztetnéd a csajt, azt nincs melle, meg semmi izé. Ez mi? Kották. Jól van. Schumann. Ki akar Schumann-t játszani? Itt vannak a lehetőségek a Silent Hill-ben, vannak kották. Jó. Quite the artist. Az. Különben, ilyet rajzolok Paintben amúgy. Jó tudni, hogy egy 8 éves kislánynak a szintjén állok. A Paintben való tudásommal. Jó. Ez mi? Orvosság, na ez jó. Még több rajz. Ennek is tuti van valami jelentése, amit mi nem értünk, mert nem vagyunk művész lelkek, hogy ezek a nyuszik kergetnek valamit. Mászkálnak kint a folyosón? Jól, mi megyünk ide. 108-as szobába. Sehol semmi a földön, jó. Oké. Okay. Nyuszik a megszállt lelkek és amit kergetnek, az a szabadság. Te ezt most találtad ki, vagy ezt kombináltad össze? A fasz. Itt a ruhám, ember. Mónika, látod ezt? De ennek mi értelme volt, hogy ezt most így kinyitott? Aha. Mi ez? Análgolyó? Arany... aranyalma fogantyú. Hm. És aranyalma fogantyúnak lesz jelent? Nyilván. De mire lehet használni? Na mindegy. Oké. Okay. Van egy hajszárítója a Dökingnek. Hallom, hogy a folyosón mászkál a nyomorék. Anyád! Jó. Szobába úgyse tud bejönni, nem ezek butaik. Be tud jönni a szobába hozzá. Mondtam, hogy csak hülye. Jó. Jaj, nem már, csak azért is arra kell menjek. Bazd meg. Várj, most mit szereztünk amúgy? Találtunk egy kulcsot a második folyosóra, ami van egy kód. 258766. És egy ilyen análgolyót. Úgy tűnik, mintha egy szekrényen szakadt volna, lehet, hogy egy hasonló célra használja. Valami... be kell rakni akkor a... Nem tudom. Nem tudom, hogy hova. Mindegy, menjünk. Hát, ha kinyíltak az ajtók. Jó. Tartom, baszás nyomorék! Mi van? Na, faszomat! Jó. Van még?
hülye bogarak vannak. Hol van még bogár? Ez mi a fasz? Dugjam föl. Hallok egy hülye bogarat. A szádat. Jó. Megint pisztolylőszer. Hallod, már annyi pisztolylőszerünk lesz, találunk egy fegyvert, és átmegy Call of Duty-ba a játék. Jó, 15, szerintem az amúgy nem sok. Pingvin lőszer ráadásul. Lát, ezt a pingu látná. Na, ennek biztos van jelentősége ennek a... Kurva. Jó. Várjál. Megint az ajtó előtt van egy ilyen dilinyos. Hogy kelt föl, mikor már szétcsaptam egyszer? A faszért kelsz föl a földről, ember. Maradj már lenn a faszomba. Na, remélem most nem kell föl többe. Fúú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 
második emeleti hallhoz van most kulcsunk. Akkor megyünk föl vissza az emeletre. Mentünk egyet. Jó. 1 óra 49 perc lökjük neki. Összesen. Kinyílt itt a kerítés, te vagy rács, vagy mi a szar ez. De amúgy a faszér van ennyi ilyen szari. Menjél. Benézzünk már, mi van itt amúgy. Nem fogom itt hagyni. De jó tangája van a dökingnek, figyeld már. Hé, buzi! Te köcsög! Kurva! Ajaj. Fúj. Jó. Jó, egyik megvan. Elszikad szétlen még. De a faszomat! Esd már össze! Egyszer, meg a másikra is azért biztosan megyünk. Burva szállat, jó. Jó estét kívánok, majom. Most elképzeltek, hogy a valóságon mi lenne, ha egy ilyen lenne velem? Valószínűleg megtalálnának egy bokor mögött sírva a saját székletemben. Én nem igen állnék neki itt mászkálni egy ilyen városba egy bunkos bottal. Csépelni ilyen lényeket. Jó. Na ez valami itt. Mi ez? Valentin nap. Négy. Oké, okay, akkor van egy papírunk, ami van egy fénykép, ami rám, hogy Valentin nap, és van egy négyes. Itt meg ilyen... most... faszverő papír, vagy? Nevezzük, aminek akarjuk. Jó, ez semmi. Szeretem az üres... fiókokat, amiben semmi nincsen. Nedves popsi tördő is van vajon? Jó. Mi az a szoba? 101-es. Nincs benne semmi. Akkor sok értelme volt ezt a rácsos részt kinyitni. Jó, fölmegyünk akkor az emeletre. Elvileg a... ki lehet nyitva a hol. De hogy az hol van... üdvözöllek, Ferenc! Volt egy... ez lenne az? Aha, ez az. Itt van valami, amit még meg tudunk nézni, vajon? Ja, most nyitottam ki! Oké. Okay.
ezt kiöltem meg én, hogy ez... Hát akár... Lárva... Lárva... Jó... Oké... Okay. Azt rohadt, mit szaggattam te. Jó. Megint hallok egy rohadt szörnyet. Kerreg a baszott rádióm. Látom is a sziluettjét. Jó. Megint nem bentről jön. Jaj ne, ez mi a szar? Ugye nem mászunk bele ebbe a fosba. Ott egy érme, ami kell ahhoz a szaros géphez. Jó. Oké. Okay. Egy emelettel lejjebb van. Szar. Jó. Na benézzünk már itt mi van. Most hol vagyunk? Milyen ajtó? Ez mi? Folyamatosan lévő felújítási munkálatok miatt kérjük a bérlőket, hogy ne tartasszanak az épület harmadik emeletén. Aha. Értem. Azért megnéztem majd jól bele az análgolyó. Oké. 215-ös szoba. 214-es 216-os szoba 217-es szoba. Nice. Megint pisztolylőszer. Ja már egy fegyvert! Fűt baszni van a stukkerre! Még egy pisztolylőszer. Végre, geci! Ez az! Ez az öreg! Jaj, nem akartam lőni, bassz meg! Na végre! Mehet a humanozás. Azt a rohadt teget. Tökéletes. Egyébként szét is van lőve ez a hely, tehát itt valakinek nem jött be ez a lövöldözés. Ne ragd el a fegyvert, öreg. Legyen nálad mindig. Itt mi van? Itt már lootoltunk. Na végre, bazd meg! Valakit kúrnak valahol, vagy ez mi volt? Melyikkel lehet amúgy gyorsan támadni? Nem lehet valami gyors gombra rakni őket? Vagy így inventorizni kell, mint régi szép időkben? Szerintem amúgy ezt így kell inventorizni. Hadd nézzük meg a izéját. Jaj, nem a főmenü. Ne! Nem. Hol van? Azt mondja, üdvözöllek, öcsi. Hol van az irányítás? Ellenőrzések, ez lenne az? Nem. Jó, mindegy. Adjuk a faszomba. Nem tudom, hogy gyors gombozni kell-e, vagy nem. Jó. Oké. Okay. Ez itt volt, mikor jöttünk ide, ember? 212-es lakás kulcsa.
Ez Silent Hill. De húzd már le róla, miért nem veszed le róla? Meg akartam nézni, hogy milyen arca van. Csak azért is meg fogom nézni. Nem lehet. De várjál, a bal klikkel, ha megnyomom, akkor lőni fogok? Nem, nice! Jobb klikkel fegyvert ránt, bal klikkel meg tudok ütögetni a bunkós botommal. 212-es szoba kulcsa, az hol is van? Itt velünk szembe van rögtön. Aha. Hát elméletileg itt van. Várjál. Minden szobát megnéztem, amit lehet. Itt van előttünk a 212-es, de egy ilyen mögötte is van egy szoba, amiben nem tudom, hogy voltunk-e. Megnézem hátra. Ez mi? Ebbe voltunk? Hát igen, ez a mosoda. Jó, itt voltunk. Jó. A 212-es az ez itt. Biztosan úgy, hogy le kell menni. Van még egy ilyen cuccunk. Még kimegyek a folyosón, megnézem, hogy mi van. Van egy létre amúgy, azt láttam, de várjál. Kimegyek megnézni, hogy még itt van-e valami jobbra. Nem, egy fal van, nincs már itt semmi. Jó, akkor itt kell kimenni. Nem úgy lenne értem, ha lefele kell menni? Hát lefele láttuk azt a valamit. Jaj, a létre az itt van. Jó, nem szóltam. A kurva. Na erre viszont már lövök, bazd meg. Na mi van, fasz fej? Hát nem olyan egyszerű, mint a buzsigeci. Jó. Ha még valaki? Ezeket a izéket, falábúakat, azokat lelőjük a picsába. A kicsiket pedig, azokat nem is tudom. Azokat nem lelőjük. Jó, van lőszer a hűtőbe. Na, vegyem már ki. Jó, mennyi volt? Kettő? Három golyó kellett ebbe a szörnybe, hogyha van két fulltárunk. Ebbe a kis csúzliba. Hol jön? Ah! Anyad! Hú, geci! Anyát megijedtem! Azt a kurva! Várjátok meg, úgy ver a szívem! Anyát megijedtem! Jó. A kurva. De van még, bazd meg, ezen felül. Azt a kurva. Hú. Várj, ez ilyen sima? Ez sima vagy ilyen izé, verekedős? Sima. Mennyi kell egy simába? Hány golyó? Három. Jó. Megtiportam még azért. Oké. Várjál, erre mi van? Egy emelettel fejem lehet menni. Minket érdekel minden szoba, ami itt van. Kettő is lesz erre. Jó, a hétköznapi ízéket, azokat nem érdemes lőni szerintem. Csak a nehezebbeket. Welcome home. Ha? Hello, buzi fej! Dodge, köcsök! Jó. Térdét lövöm, összeesik. Megnézzük majd a következőn.
Jó, azért amúgy a lőszerrel annyira nem spórol a játék, de lehet, hogy a nehézségi fokozat miatt. Mert közepesre állítottam. Gondolom, ha legnehezebben állítod, akkor alig kapsz lőszert, meg mindenféle szart. Aha. De várjál, mert itt most több felé lehet menni, tehát föl lehet ott is menni. Meg erre is tovább lehet menni. Jegyezzük meg majd, mikor el fogok tévedni, vagy elakadok, hogy arra is föl lehet menni. A slozi, jó. Anyád! Basz meg, ez na például ez egy ilyen köcsög, amit fegyverrel kell elintézni. A faszomat ijesztgettek már, basz meg. Elég volt belőletek. Kezdek amúgy a mentális szintemnek a tetejére érkezni. Jó lenne már egy mentési pont. Ez nekem a kimentés is lenne egybe. Jó. Oké. Tovább, egyenesen erre. Hát, ha lesz itt is valami. Jó. Már átmentünk kommandósba, öreg. Jó. Még csak itt tartasz? Miért? Hol kéne tartsak? Bazd meg! Mit, lassú vagyok? Vagy mi van veled? Ha nem futkorászok össze-vissza, mindent meg akarok nézni. Nem kapkodunk horror játékkal amúgy. Nincs kapkodás. Ez nem speedrun. Biztos azt hiszed, hogy kegyetlen vagyok, de ez a börtön a te műved. A választás a tiéd volt. Láttam, ahogy meghoztad. Újra, és újra, és újra. Ezúttal nem lesz másképp. És itt leszek. Figyellek. Várjál, ebben a szobában nem volt... Aha... Öreg, na mi van veled? Döking, geci. Ez mi a szar? Ennek mi értelme ennek a szobának? Haló? Mi a fasz ez a beteg fasság? Ezért szedtük össze ezt az análgolyót? Jaaa, aha... Ez mi volt? Mi volt ez? Ne már, baszki! Mi ez a szoba, te? Ahol a háztetők átütik az éjszakát, balra az otthoni lábnyom, a gazdátlanod, de vajon a hazatalált-e? Ó, kérlek, mondd meg, vagy az emlékek folyója, mely egyenesen a pokolba vezet? Aha. De jó, Slozi. Fúj, geci. Azt a kurva, az jó adag szar, öreg. Az egy kemény egy órás folyam, a rendes bugyog, baszki. Döking, mi a fasz csináltál itt is? Mi ez a szép? Jaj, ne már, ember! Ne csináljátok már ezt velem! Ez mi a szar? Öcsém, na, ez baj. És tuti, hogy ez alapján kell megfejtenem, ami ide van írva. Na jó, nem lehet innen kimenni? Jó, de. Oké. Ó, bassza meg, ne. Ezt komolyan meg kell most fejtenem. Azt vágjátok, hogy halványil a büdös fingom sincs, hogy ezen mi lehet a kód? Próbáld meg a képen látható számon. Ja tényleg, fölvettünk valami képet. Várja, hol van? Volt egy kép, amit lootoltunk. Ja, de hátulján csak egy négyes volt amúgy. A hátulján annak csak egy négyes volt, nem? Hogy kell ezt vajon? Várjál. Tényleg felvettünk egy furcsa fotók. Itt van. Valentina. És ennek a hátulján... Egy négyes van. Falon kereszt számokat.
Hát nem hinném, hogy ebben leszem valami koherens megoldás ezekben a fali szarokban. Szerintem itt hátul van ebbe. Ebben kéne valami nek lennie, de nem tudom elképzelni, hogy mi lehet a kód. Megnézem mindjárt az összes jegyzetünket, ami van, és itt ebbe a apartmanba vettük föl. Hát, ha valamelyiken lesz egy válasz. Sorompónál talált, nem? Ez egy telefonszám, ami 06-tal végződik. Lemezbolti jegyzet. Kis jegyzet. Ez a... fali kód volt. Ez nem tudom mi. Ez se, ez egy izé. Jó. Fúha. Hát tudok nézni a zárt ajtón. Nem tudok, az a baj. Látom, hogy ott van egy ilyen peak hole, de nem tudok átnézni rajta. Várjatok. Mindjárt kitaláljuk, hogy mi a fasz kell itt csinálni. Ez lesz amúgy a megoldás, de ötletem sincs, hogy ebben mi a rejtett üzenet. Ja, várja, ott van right, left, bal, jobb, bal, jobb, jobb. Ja, csak szarul, nem szabad a izét néznünk amúgy. Jobb, bal, jobb. Nem, jobb, bal, jobb, nem, de. Jobb, bal, jobb, látjátok a right. Ahol a... tető átüti a sötétséget. Footprints. Új lenyomatok. Mi a fasz? A szám az hogy dől el, hogy milyen számot kell használnunk? Right where the rooftop spears through the night. Rooftop spears through the night. Itt kell benn lenni a rooftop fasságnak. Hűgeci, de bonyolult ez, baszod. 13-7-11 a kód. Rendesek vagytok, de mi alapján dől el, hogy mi a... Béla, a 13-ast azt miből kell kiszülnöd? Balra, ahol az új lenyomatoknak nincsen nyoma? Új lenyomatnak nincsen nyoma. Nem tudom, hogy hogyan... Ja, ott van, geci! 11. Jó, várjatok, akkor meg lesz a többi is. 11-es az a... Runner of memories, right to this. Aha. 11-es, jó. 13-as a plafonon lesz valahol. Az a rooftop. Az első. Ahol a... tető átkúrja az eget, vagy mi a fasz a szöveg. Rooftop, rooftop. 7-es. 7-es a ház. Ahol az új lenyomatát hagyta valaki, aki sose volt. A 7-es a második. És akkor a tetőt keressük. Ott a 13-as a tető. 13-as a rooftopos. A második az... a... az új lenyomatos? Várjál. 13 a tető, utána új lenyomat, és... aztán a hullám. Jó. 13. Mi volt a hullámos? 7-es volt a hullámos. Várj, ezt hogy kell csinálni, geci? Várj, 13-11, nem? Hogy a faszomba kell ezt? 13 az első, az fix. Kattan is egye.
Ezt nem értem, hogy kell használni. Mi van? 13 7 és 11. Mi van? 13, accept, igen. De resetelni kell? 7. Nem értem. 13. Balra 7. Mi van? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi van? De a 13-ost elfogadja, addig oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez jön most? Tesó, ezt nem értem, Gec, ez hogy működik? 13, jó. 1, 2, 3, 4, 5, 7-ig. És nem fogadja el. De várjál, jó. Mi van, ha nem kell megnyomni megint az acceptet? 13. Ezt nem értem, hogy kell kinyitni. Most jó. Szar volt az iránya, merre nem visszafele kellett tekerni. Most 11 jobbra. Jó. 13. 7 és 11 vissza. Azt a kurva, geci. Jézus Mária, ember. Ha ilyen puzzle-ök lesznek benne, akkor felkötetem a gatyámat, bazd meg. Rá volt írva a papírra, hogy Pina. Acélkulcs, ez hova megy vajon? Mondom, itt a kijárat, hadd nézzem még meg ezt a pénzérmét. A férfi, jó, akkor ez majd a fönti szobában a rejtvényhez kell. Hát ez nehéz szülés volt, gyerekek, mert kurvára nem tudtam kibogozni, hogy ez hogy nyílik, tehát... Nullán mindig át kell menni. Ezeket a páncélszekrényeket a Resident Evil-be egyszerűbben lehetett kinyitni. Ugye ott tekergetni kellett ott is hasonlóan, de... Nem ilyesmi volt amúgy. Ez mi ez? Bogár, jó. Mögöttünk nem tudunk menni sehova, ott fal van, de megnézzük, hogy van-e luki a földön. Nincsen, jó. Mehetünk egyenesen tovább. Egyenesen tőlünk van egy szoba jobbra majd, és balra. 205-204. A 204-ben egy bogár van, azért kerreg a rádió. Falon van ráadásul a köcsökfejű. Ezek amit tudnak bántani, vajon ezek a bogarak? Láttam-e már szopó fantomot? Döking, te vagy az. Ez milyen kulcs? Kettes lépcsőház kulcsa. Hallok még egy bogarat amúgy. A kurva anyádat. Amúgy ezeknek a bogaraknak csak az a funkció, hogy összezavarja a rádiómat. Vagy ezek támadnak is, vagy csinálnak valamit azon túl, hogy geci idegesítőek. Szer, jó. Támad is? De mikor, bazzik, amikor már megállsz egy helybe 20 percig, vagy mi a fasz? Na ezt mi nyitja ki? Ja, mi magunk, oké. Erre mi van? Ennek mi értelme volt most, hogy ezt ki tudtam nyitni? Ja, ó, visszakerültünk a... Aha, át tudunk jönni vissza az eredeti emeletre, ahol voltunk. Ezt meg kell jegyezni, meg azt se felejtsétek el, hogy volt egy lépcső, amin nem mentem föl. Ott azon. Azon nem mentünk még föl. Meg ott valami van az út közepén, nézd. Az ott valami ott. Nem tudom, hogy a szemét. Na mindegy. Menjünk vissza még átnézni ezt a szemeletet, mert egy csomó szoba. Még egy szoba van ezen kívül, amit nem néztem meg.
Hogy előkapja a Stuckert, mint Clint Eastwood? Ez visszamegy az emeletre, mi? Yes. Aha, ez az a rész, ahol voltunk. Jó, várja, eltűnt a hulla megint amúgy, mert nem elég őket egyszer megölni, gondolom előjönnek még egyszer. Na várja, most van több kulcsunk is, most mi a fasz van nálam? Azt mondja, van nálam egy kulcs. A második lépcsőházhoz van egy kulcsunk. Egy, van egy érme, ami a kinti puzzlehöz kell. Illetve... Az egyik ott mászkál, aki fölébredt. Várjatok, most őt leszarjuk egy kicsit. Most kicsit kussoljon. Most meg akarom nézni, mi van ott a lépcsőnél. Hol van egy mentési pont amúgy? Jó, ott kilútoltam mindent. Tett egy pipát a szobára. Lucian, üdvözöllek, Lucian. Ki akarok menni a lépcsőre amúgy? És nem tudom már, az hol volt. Hogy nem fontos az a lépcső, menjünk tovább. Tudja, hogy lesz ott valami, amit nem lehet, nem véletlen van ott az ott föl, nem tudsz, nem véletlen tudsz ott fölmenni. Kurva anya! Az meg. Kába. Faszom, ki van már, viszont szűk a bőrödökkel. Nyomori. Viszont is egy kortyot fölidegeltem magam. Jó. Ez mi? Ez a második... Mária, melyik emeletem vagyok most? Ez a második emelet. És ezt tudom kinyitni most vajon? Nem, az eleve nyitva van. Ott van a lépcsőház, az nem? Szembe egyenesen végig, azt jelzi. Lemegyek a földszintre menteni amúgy. Hol van a földszint? Itt erre, jobbra. Kipróbálom, de azt már csak holnap. Most már elmentem, mert már vége az idegszálamnak. Nem bírom tovább, geci. Ahhoz képest amennyire nem tűnt ijesztőnek az elején, olyan nyomasztó a hangulata, hogy azt nem tudjátok elképzelni. Itt ülök a korom sötétben, macska van a lábamnál, és olyan szinten szétbasz az ideg. Az előbb, amely megijesztett a földön rohant, azóta ülüktet a szívem, bazeg, mint aki szétbaszott egy foci csapat. Elmentem, bazeg, mert már kész vagyok. Csak meg kell jegyeznünk, hogy hol tartok, fölírom egy jegyzettömbe, bazd meg, hogy mi az, amit nem néztem még meg, mert el fogom felejteni holnapra. Várjál. Azt mondja, hogy nem néztük meg azt a lépcsős részt. Azt majd holnap valaki utassa eszembe. Illetve van egy kulcsunk a lépcsőházhoz, jó? Csak nem felejtem el amúgy. Kijáratjáték, azt a magyaros, fú, bazd meg. Azt a kurva, geci. Jó. Összességében le lehet vonni a következtetést, hogy... Kibaszott jól sikeredett ez a remake a Konaminak. Ami meglepődök. Mert a Konami az egy igencsak... Hát mostanában nem a legjobb renomét megélő játékfejlesztő cég. Egyébként ezt felrakom a YouTube csatornára, ezeket a Silent Hill-eket, ez külön részlegre, úgyhogy újra lehet majd nézni. Ezt végigjátszok mindenképpen, amúgy már érdekel. Azon a 40 kemény maggal, akit hajt a Silent Hill. Úgyis rég horroroztunk. Nektek jó éjszakát kívánok, barátaim. Köszönöm a donációkat, követéseket, szubokat és a megkészülő drága figyelmeteket. Mindenkinek kellemes éjszakát és további jó hétvégét kívánok itt ebbe a csodálatos sötétségbe. És holnap folytatjuk, gyerekek, a horrorst. Ugyanúgy két órás session ki lehet bírni bele, vele amúgy. De már nagyon izé. Keci. Hú. Nem mondom, hogy olyan rosszul fog tőle aludni, mint ha LMV-keztünk volna. Azt lehet, hogy ezt az LMV-ket is ki kéne x-elnünk majd a listáról, ha végzünk ezzel. Egy húzomba lenyomni amúgy ezzel 20 órát az épara. Most hát 8-at mondjuk ki, amikor nagyobb sessioneket ülsz, ezt nem nagyon lehet.
Five and Sad Little Horror 30. Ez várató volt amúgy, ne törődjetek vele. Nem érdekel. Steppy, köszönöm szépen. Várató volt amúgy. Nem. A nálunk a játékos közösségben amúgy a legtöbb, amit eddig horrort néztek, azok a Resident Evil-ök voltak, azt nagyon szerették, de a második részén nagyon sok ember lekosszolt, mert a Resident Evil 2 az ijesztőbb egy kicsivel, mint ez amúgy. Ez se kutya fasza, de a Resi 2 az nagyon, annak nagyon para hangulata. De mindegy, ez a horror játék nem mindenkinek szól, gyerekek. De amúgy azt hozzátenném, ha megnézitek a mostani játékipart, ha megnéztek, hogy néz ki egy horror játék, azt kell mondanom, hogy egyelőre meg kell várnunk még az első szirénát a Silent Hill-ben, mert lesz egy szirénád. Van ebben a világban egy ilyen szirénázós rész, mikor megváltozik az egész, és ilyen horroros, még horrorisztikusabbá válik a környezet. Azt mondja, megvárjuk. Holnap már biztos eljutunk odáig. 4 óra alatt csak jön az első sziréna. És egyébként, ami sokkal jobb benne, az összes többi eddigi lövöldözős szarságban, amit nyomtam, survival horrort. Hát az LMV-knél sokkal jobb a harcrendszere ennek, eddig. Tehát az LMV-k, hogyha nyomjátok majd az LMV 2-t, ott az egyetlen egy legnagyobb ellenségetek az a harcrendszer lesz, bazd meg. Olyan szinten nem látsz semmit a kamerától, ami ugye válnézetes van ott is. Egyáltalán nem látsz semmit, bazd meg benne. Olyan szar a harc benne, brutálisan fárasztó. De azon kívül meg top-notch a játék.